Sziasztok, üdvözöllek újra benneteket. Újra itt vagyok. Ígértem az előző videómban, hogy készítek még videót. Addig viszont összedöttem egy kis karbonárát. Kislányom nagyon szereti. Úgyhogy megpróbáltam a kedvébe járni. Tehát családnak a pocakja tele van, most már remélhetőleg, úgyhogy nekem is lesz egy kis nyugtom. Én meg majd eszek, amikor szoktam így este fele. Ugyanis ugye én egy nap kb. Egyszer szoktam, ezt mondtam nektek. Sajnos még megmaradt ez a szokás a régi időkből. Nem jó, de egyszerűen képtelen vagyok többször enni. Mindegy, félretéve. Az előző kis spontán mindenes videóban beszéltem egy kicsit az ownership-ről. Tehát az az, amikor téged a náci a tulajdonaként, tehát a tulajdonaként kezel téged, tart téged. És úgy gondoltam, hogy azért jó lenne ebbe is egy kicsit belefolyni, belemenni egy kicsit, mert ez nagyon, nagyon igaz rájuk. Tehát ha egyszer te összekerülsz egy nárcival, akkor te a tulajdona leszel. Tehát nem egyenrangú félként, társként kezel téged, hanem végül is, mint, hogy is fogalmazhatnék, tehát mint egy hosszabbítót, ami belőle jön ki, ugye tező, ő hozzá tartozol. Tehát na, ezt most jól megazontam. Tehát nem egyenrangú társként kezel, hanem úgy, mint hogyha te csak úgy vagy. Azért, hogy őt szolgált. És igen, ugye a viselkedésükkel ezt is bizonyítják, mert neked kell mindent csinálni. Ugye ők nem tesznek le semmit kapcsolat érdekében az asztalra. Tehát mindent neked kell csinálni. Mindent neked kell biztosítani. És tulajdon abban is megnyilvánul, hogy tehát a kapcsolat után akár ő szakított veled, akár te hagytad ott, ugyanúgy ők úgy gondolják, hogy te az ő tulajdonuk vagy. Csak éppen fölraktak a polcra,
te ott állsz, és majd ha úgy gondolják, hogy egyszerre majd lehet, hogy unalomból, lehet, hogy azért, mert hallottak rólad, hogy esetleg jobban megy a sorod, jobban megy az életed, tehát érdekből elővesznek meg én, és igen. És ők azt hiszik, hogy tártkarokkal fogadod őket. Na most, ugye jön a nagy csalódás, amikor te nem vagy hajlandó vele szóba állni, és esetleg, ha meglátod, akkor még rá is vágod az ajtót, és ugye akkor meg is van sértődve, hogy mertél te vele így viselkedni. Mert valahogy ők úgy gondolják, hogy éltél vele X időt, 5 évet, 10 évet, 30 évet, tök mindegy. De ahogy viselkedtek veled, és ez megint valahol az ownershiphez vezethető vissza, mert ők, ahogy bántak veled, ahogy manipuláltak, ahogy bántalmaztak téged napi szinten, tehát ők úgy gondolták, hogy te azt megérdemled, hogy ők így viselkedtek veled. Mert ugye ők úgy vélték, hogy te tettél valamit ellenük. És vagy egyszerűen csak azért, mert unatkoztak. Hiszen a narcisztikus káosznak él. Káoszban kényelmes neki. A káoszt szokta meg. Ő maga a káosz. És tehát és te biztos azért maradtál vele X ideig, mert neked ez így megfelelt, ahogy ő bánt veled. Hiszen te a tulajdona vagy. Veled bármit megtehet. Mert te hozzá tartozol. Az ő hosszabbítása vagy. Tehát nem egy egyenrangú partner. Nem. És ugye ebből nagyon sok konfliktus is származhat. Tehát például szakítás utáni bántalmazásban is, főleg, ahogy gyerek van, ő akarja még mindig, mondjuk 5 évvel szakítás után, ő akar kontroll alatt tartani téged. Tehát mindent megtesz annak érdekében, akár a gyereket is felhasználja, hogy ő dirigáljon neked. Ő mondja meg, hogy te mit csinálj. És ugye együttműködés, egy szülői együttműködés, narcisztikus és közted nincsen, nem létezik. Tehát ő, ahogy füttyen, neked úgy kell ugrani. Na hát ez nálunk nem működik.
ugyanis én közöltem vele, hogy semmi közünk egymáshoz. Ő már nem mondhatja meg nekem, hogy mikor mit csinálhatok. Én akkor teszek azt, amit akarok, amikor én akarom. És már nem az ő óhaját tartom, ugye az első helyen. Tehát van felesége, most már. Ugye ez egy dolog, ugye? Attól én még vagyok. De ebből nagyon sok konfliktusunk volt, és van is, még mindig. Mert nagyon sűrűn meg kell neki érni, hogy azért komám tud már, hogy hol a határ. Nekem te nem fogsz parancsolgatni. Nem szereti, mert nem szereti. Most mit csináljak vele? Én meg nem vagyok hülye, és nem hagyom magam. Ugye annak a korszaknak már vége. Csak ugye azon kell dolgozzak még, hogy tehát könnyebben lerázzam magamról ezeket. Tehát jó, van, amikor fel tudja cseszni az idegeimet. Olyankor várok 2-3 napot, ugye, és akkor esetleg válaszolok neki. De akkor is higgadtan, kimérten, röviden, tömören, és nem megyek bele a hülyeségébe. Nem engedem meg neki, hogy beszippantson a játékába. Nem. Ez már nem létezik nálunk. Legalábbis szeretném azt hinni. Úgyhogy, igen, ez a bizonyos ownership, tehát a tulajdoni jog, ugye, abban is megütközik, hogy amilyen van, az az övé, és amit van, az is az övé. Tehát neki joga van a te tulajdonodhoz, a lakásodhoz, az autódhoz. Neki joga van a pénzedhez, mert jár neki. Mert te azért vagy, hogy őt szolgáld. És minden, amid van, az az övé. Nem a tied. Nem is a tietek. Az az övé. És igen, ugye ezért is nem egyszerű egy szakítás egy nácival, mert ki akar semmézni. És nagyon-nagyon sok esetben ki is tudnak semmézni, mert megtalálják a módját, hogy hogy lehet tőled elvenni mindent. Ne maradjon semmit. A házad, mondjuk, amit a te két kezeddel építettél hitelből, a kocsid, ami
te vettél a te fizetéseden. Bármi, bármi. Én amikor eljöttem, ott hagytam az exemet, lássuk, volt egy dupla matracom, ágyam nem is volt, csak a matrac. Tehát ágykeret nem volt hozzá. Volt egy kisebb méretű tévém, amit megtartottam, hiszen azt én vettem, még talán a legelső fél évben, hogy itt voltam kint. És azon kívül néhány evőeszköz, néhány edény, és a ruháink. A saját és a kislányom ruhái. Ennyi. Más nem hoztam el. Volt, igen, néhány dolog, ami ott maradt. De azokat megkidobta. Biztos vagyok benne, hogy kidobta. Nem az, hogy te, ez még itt maradt. Nem. Fogta is kidobta. És újra, nekem kellett újra kezdeni mindent. Egyedül, betegen, segélyből. Berendezni a lakást. Megvenni az ágykeretet. És ebből volt is egy kisebb vitánk. Ugyanis a lakást, amit előtte közösen béreltünk, de én fizettem az albérletét. Ugye a depázitot, amit letettem, volt pofája azt mondani, hogy az meg kell felezni. És holott jó lett volna nekem az a pénz, mert abból a pénzből mondjuk használt bútorboltba mondjuk tudtam volna venni bútort a kislányomnak. És mondtam neki, hogy mégis nekem szükségem lenne az egészre. De nem. Mert ő hogy fizessen ki, nem tudom, hány száz font depázitot. Az nem az én dolgom. Én erre kértem tőle, hogy a gyereknek hadd vegyek bútort belőle. Tudjátok, mit mondott? Miért? Ott a matrac. Alszotok rajta, szekrény. Minek szekrény? Tasdobozba, zsákokba a ruhákat. Nem kell semmi. Én meg akkor abba, ugye
helyzetben, tehát örültem annak, hogy egyáltalán megléptem azt, hogy ott hagytam, elköltöztem tőle. És egyszerűen nem volt erőm arra, hogy veszekedjek a pénzért. Közgyógyszerre, csezd meg. Mondom, akkor majd valahogy lassan. És igen, sikerült. Berendeztem a lakást, de meg tudtam csinálni. És még az se érdekelte, hogy a saját gyereke hogy alszik, hol alszik. És amikor vettem ágykeretet, és ágyat a kislányomnak, megkértem a szomszédot, és őt, mivel hogy ugye csak ő a gyerek apja, segítsen a két ágyat összeszerelni, mert ugye úgy hozták ki, szét volt szerelve. Na most én képtelen voltam arra, hogy emelgessem a 15 kilós fémszerkezetet, stb. Stb. És ugye megkértem, hogy légy szíves, segítsél. Ugye Vanessának is az ágyát össze kéne tenni, meg jó lenne, hogyha az enyémbe is segítenél. És igen, itt lesz a szomszéd. És halljátok meg, illetve halljatok meg, talán fél órát, 3-4 órát voltak itt, addig tartott, amíg összerakták a két ágyat, de végig azt hallgattam, hogy neki ide kellett jönni, összerakni a két aszott ágyat. Mert helyette nekem a gymbe kellett volna mennem. És mondtam neki, hogy csezd meg, te hülye, a gyereked ágyát teszed, rakod össze. Nem, akkor is. Tovább nyavajgott, hogy de akkor is, nekem itt kell lenni, szarság, hülyeség, hallgattam végig, és már végén már úgy voltam vele, hogy inkább menj a picsába. Már nézést, hogy így mondom. Inkább menjél el, majd én befejezem a szomszéddal, majd valahogy megcsináljuk. És akkor a szomszéd szólt rá, hogy maradjál már, ez is felér egy gymmel, egy edzéssel. És akkor úgy ne. Úgymond befogta a száját. Tehát eszméletlen, eszméletlen. És igen, ez az ownership, hogy te tulajdona vagy, és hogy bármit megtehet veled. Bárhogy, ahogy akar. Ha éppen úgy akar beszélni veled, mint akit a fenekéből rántott elő, akkor neki ahhoz is joga van. Bármikor, amikor éppen olyanja van, vagy azért, mert megérdemled, vagy azért, mert éppen ahhoz van kedve, hogy téged a földbe tiporjon.
mert te az övé vagy. És nagyon sok túlélő nem biztos, hogy ezzel tisztában van. Hogy így tekintenek rá az exükre. Tehát ezért van az, hogy szigorúan blokkol, ezért is, hogy szigorúan blokkolni. Ne tarts vele semmilyen kapcsolatot, főleg ha nincsen gyerek. Tedd meg magadnak ezt a szívességet. Mert ezzel egy rakás problémát tudsz mellőzni. Kivédeni. Remélem, sikerült megérteni úgy szintén ezt a videót. Bármi hozzáfűzni valótok van, nyugodtan írhattok kommentet, ezt minden videóban elmondom. Úgy szintén, hogy szerintem lassan le fogok róla szokni, mert lehet, hogy már unalmas, hogy minden videót így zárok. Úgyhogy köszi. Meghallgattatok, és mindjárt folytatom tovább, ahogy ígértem, story time.